Először került nő a belga kormány élére. Az eddigi miniszterelnök Sár Michel december 1-én veszi át az Európai Tanács vezetését, így a helyére a költségvetési minisztert Sophie Wilmes nevezte ki Fülöp belga uralkodó. A frankofon liberális politikusnak az ország történetének talán leghosszabb belpolitikai válságával kell majd megküzdenie. Az országot ugyanis lassan egy éve ügyvivő kormány irányítja, miután az addigi négy párti szövetség decemberben felbomlott. A májusi választások óta pedig nem sikerült újjáépíteni a koalíciót. Sokak szerint Vilmesz lehet a megoldás a széthúzásra. A négy gyermekes, 44 éves közgazdász ugyanis jó viszonyt ápol a flamandokkal és a vallonokkal is, az elmúlt négy évben rendbetette a költségvetést, valamint sokat fordított tudományos fejlesztésekre.